Csollány Szilveszter tornaterem így nevezték el a Pécs Vasasi Iskolában a testnevelés óráknak edzéseknek helyet adó épületrészt még 2010. júniusában. A helyi újság Erdei Zsolték Csollány Szilveszter tornatermét avatták vasasan címmel számolt be az eseményről. Az iskola tornászcsapata bemutató edzést tartott Csollány Szilveszter tiszteletére írják a cikkben. Ezt értékelte ebben a rövid videóban az olimpiai bajnok. A fényk kép szerint Csollány Szilveszter is bemutatót tartott akkor, természetesen gyűrűn. Az iskolába látogató sportolók túljákat ültettek az udvaron. Kikerültek fényképeik és eredményeik a fák elé. Itt idézte fel azt a napot az iskola igazgató. 12-13 évvel ezelőtt az iskolánkban nagyon ügyes gyermekek jártak, akik különböző torna versenyeken szép eredményeket értek, sok-sok éremmel és serleggel jöttek vissza is ők nagy példaképüknek tartották Csolány Szilvesztert. Így jött az ötlet, más segítségeivel, hogy esetleg őt felkérjük arra, hogy ő lehessen a tornatermünknek a névadója. Ez meg is történt, Ide jött az iskolába több sportolóval együtt. A gyerekek bemutatták neki, amit tudnak, különböző torna gyakorlatokat, sőt, Csolány Szilveszter is előadást tartott nekünk. Ezt követően itt sor került háttal mögött levő tujáknál egy-egy fának az elültet, elültetésére minden sportoló egy tuját ültetett el, így az emlékét szeretnénk továbbra is megőrizni. A Fekete zászló sajnos most több ízben kínlóg az iskolánkon, mert iskolánk volt igazgatónője is elhunyt. emellett most ráadásul ő is. Egyébként még az ősz folyamán volt egy olyan gondolatom, amikor így beindult a Pécsi tankerületnek hála az iskola tornatermére a felújítás, ami most a vége fele közeledik, hogy amikor ennek az ünnepélyes átadója lesz, akkor meghívjuk. Erre sajnos már nem kerülhetett sor. A tornateremben még építési munkák folynak, ezért nem mutathatjuk belülről. A település rész képviselője is felidézte azt a napot, amikor a Vasasi iskolába látogattak az élsportolók. Ez egy 2010 nyári kezdeményezés. Egy helyi ökölvívó a Buncsek Zoli vetette ezt az ötletet föl, azzal keresett meg minket, és még a Vári Attila volt segítségre, akkor ő itt a PSN-nek volt a vezetője, és ez az arc az egészségért egy országos program az első adása alkalma volt, ahol Csollány Szilveszter Erdei Zsoltól kezdve, de az itt tornászként, illetve kézilabdázóként Vasas Iskola növendéke, Melmani Bolya, Iványi Dalma, Vargadrien jelenlétével volt itt ez a kis esemény. A vasasi sulisok mindig is híresek voltak, hogy jó tornás csapatuk volt, és ez volt az apropója neki, ahogy igazgatóasszony ezt már elmondotta volt. Úgyhogy így volt ez a kis történet, egy szép napsikeredet belül rengetegen itt voltak a szilveszter is még gyűrű gyakorlatokat mutatott be, és most így, ahogy látom az idő elteltével, ebből a fákból is szépen sarjadnak a tuják, de hát magák ezek a táblák nem bírják ki az időt, úgyhogy az a terv, hogy valami időtállóbb táblával, sajnos most már a szomorú apropo okán, hogy nincs köztünk szélas, ezt a, a, egy valami kis emléktáblával, illetve ezeket a felültetés táblákat is egy valami időtálló táblával őrizzük legalább ilyen szinten az emlékét. Mint ismert, tavaly december eleje óta küzdött a koronavírussal Csollány Szilveszter. Nem sokkal később lélegeztetőgépre került a tornász, de sajnos ez sem bizonyult elégnek, és műtüdőkezelést kellett kapnia. Az olimpiai bajnok az utolsó napjaiban tüdő átültetésre várt, amire már sajnos nem kerülhetett sor. Január 24-én elhunyt.